A vádlottak jelenléte nélkül hozott ítéletet a nyíregyházi járásbíróság szerda délelőtt a nagycserkeszi állatkínzás ügyében. Őket ugyanis legutóbb atrocitás érte a bíróság előtt, ezért megengedték nekik, hogy távol maradjanak a tárgyalásról. A vádirat szerint B. Attila és társa kegyetlen körülmények között tartott egy német juhász keverék kutyát udvarukon. A 2 éves állat a nyakára körülbelül 1/2 éves korában kötöttek egy kék zsinort, amely átvágta a torkát és az ereket, gennyes, fekélyes gyulladást okozott, valamint ennek köszönhetően hatalmasra nőtt a feje. Ezeket az állításokat a kirendelt igazságügyi szakértő is megerősítette, de nem ez volt az egyetlen gond az állattartással, amely ahhoz vezetett, hogy a kutya 2017. június 7-én meghalt. Azt állapította meg a szakértő, lesoványodott, ápolatlan volt, nem kapta meg az élettani igényeinek megfelelő mennyiségi és minőségi takarmányt. Ezt az állapotot súlyosította, hogy rögzítve volt lánccal, így önállóan sem tudta ellátni magát, tehát nem tudott táplálkozni. Ennek az időpontját 1 év 2 hónapra tette a szakértő, tehát ő feltételezi azt, hogy 1 évig is éhezett a kutya, és testtömege több mint 20%-át elveszítette. A szakértő véleményében az is szerepelt, ha 2017. április 11-én nem mentik meg a kutyát, akkor 5-15 napon belül elpusztult volna. 2017. április 10-én egy ismeretlen személy felhívta a nagycserkeszi mezőőrt, hogy egy csúnya, megdagadt fejű kutyát látott az utcán sétálni. Ezt követően a mezőőr kiment a vádlotthoz, aki először tagadta, hogy neki egyáltalán kutyája van, de később ezt beismerte. Az Állatbarát Alapítvány egy nappal később mentette meg a kutyát egykori gazdájától. A vádlottak ügyvédje perbeszédében azzal is vélekezett, hogy a tulajdonosi jogok nem voltak tisztázva a családban. Azt a körülményt, hogy ennek a kutyának ki volt az állat tartója, tehát az alanyi oldal álláspontom szerint sem a nyomozás során, sem pedig a bírósági eljárásban tisztázva nem lett. Az is megállapíthat, hogy ebben a családban 3 felnőttkorú gyermek, 7 kiskorú gyermek és az első és a másodrendű vádlott élnek egy háztartásban. Arra vonatkozóan, hogy közöttük milyen megállapodás volt, arra vonatkozóan, hogy az állatokat nevezetesen a kutyát ki fogja tartani, nem volt. A kutyát az Állatbarát Alapítvány, a Nyíregyházi Állatkórház és a Budapesti Állatorvostudományi Egyetem is kezelte, azonban nyelőcsöve olyan súlyosan és visszafordíthatatlanul sérült, hogy végül 2017. június 7-én az állat meghalt. Az ügyész úgy fogalmazott, elvetemült, hosszantartó módon kínozták a kutyát a vádlottak. A kutya tartásának körülményei sem felelnek meg az állatvédelmi törvényben előírtaknak. Gondolok itt a lánchosszára, az ellátottságára, az ételital biztosítására, a kutyaházra, a mozgásának a szabadságára és hasonlókra. Különösen akkor nem felel meg, amikor hangsúlyozom, nem kötelező állatot tartani, tehát a vádlottakat sem kötelezte erre senki. A kutya sérüléseit egy laikus is felismerte volna. Feje a normális 3-szorosára nőtt, szagát pedig messziről érezni lehetett, hangzott el a tárgyaláson. Ezek az emberek a legcsikélyebb embereknek. Felvállalkozta, azt mondom, hogy volt, ami volt, tehát nagyon sajnálom. Megbánta. Hazudoznak itt össze-vissza. Elmondják tisztelt bíróság azt, hogy ez a kutya 3 hete megkötött. Hála Istennek, kirendelt a bíróság az igazsági szakértőt. Azt mondja, képtelen lett volna elszakítani, hát nem volt már nyakat szerencsétlen állatnak 3 héttel ezelőtt. Ez a kutyán több mint 1 évig rajta lehet, mondja a szakértő. A bíró az ítélkezésnél enyhítő körülményként figyelembe vette, hogy a vádlottak kiskorúakat nevelnek és büntetlen előéletűek. Hirdettem a bíróság ítéletét, elsőrendű másodrendű vádlottak bűnösök, társtettesként elkövetett állatkínzás büntetében, BTK 244 szakasz első bekezdés apont, második bekezdés apont. Ezért a bíróság mindkét vádlottat 4-4 hónap fogházbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. A vádlottak a feltételes szabadsága a büntetés 2/3 részének, de kevesebb 3 hónap kitöltését követően bocsáthatók.
Az Állatbarát Alapítvány a megmentett kutya gyógykezelésére több mint 770 ezer forintot költött. Mivel a szervezet azonban nem sértett az ügyben, így ezt az összeget nem kell a vádlottaknak kifizetni, illetve a pontos összeg igazolása sem történt meg eddig, ezeket polgári peres útra utasította a bíró. A vádlottak védő ügyvédje 3 nap gondolkodási időt kért a fellebbezés előtt. A bíróság előtt nagy tömeg várta az ítéletet, közöttük többen is arról beszéltek, túl enyhe büntetést kaptak a vádlottak. Az Állatbarátok sajtótájékoztató keretében felszólaltak a tárgyalás után. Ők úgymond megköszönték a bírónak, hogy letöltendő fogházbüntetés szabott ki, és örültek a tárgyalás eredményének.